Idén is szakmai programmal kezdődött a 10. avasi borangolás. A Miskolc város bora elnevezésű borversenyen a szakemberek és borkedvelő ismert miskolciak zsűrizték a nedüket. A megmérettetésre több mint 40 minta érkezett. Adásunkkal egy időben derül ki, melyik lesz ezek közül idén Miskolc város bora. Három asztal, három kategória, több mint 40 bor. Borversennyel kezdődött az idei avasi borangolás. Ezen a megmérettetésen dől el, hogy melyik ital lesz Miskolc város bora 2022-ben. A szín, az illat, az íz mind fontos szempont, de a legfontosabb az egyensúly és az összhang. Mondjuk a vörösborról szólva, a savak, mondjuk a tannin, az alkohol, hogy ezek hogyan egészítik ki egymást, hogy nem lóg-e ki valamelyik. Nem kell, hogy sok legyen, nem az a jó bor, hogy mindenből sok van. Tehát az, nem tudom, az egri bikavér az nem egy egész pályás letámadó, az a bika. Szóval az egyensúly szerintem a legfontosabb. A zsűritagok között nem csak szakértők foglaltak helyet, minden asztalnál voltak ismert borkedvelő miskolciak is. Rusznyák Gábor, a színház főrendezője, szívesen tett eleget a felkérésnek. Mi is ugye szeretjük, amikor ilyen színházi fesztiválokon van egy, vagy vannak olyanok, akik mondjuk így laikus nézőként szólnak hozzá az előadásokhoz, és mondjuk úgy vesznek részt egy zsűriben, szerintem ezek mindig nagyon fontosak. A borversenyre vörös, fehér és desszert bor kategóriákban lehetett nevezni. A megmérettetésre 41 bor érkezett. A cél pedig nem csak Miskolc borának a megtalálása volt. Az a célja, hogy népszerűsítsük a helyi borokat, elsősorban a bükkaljai borvidéknek a borait, hisz ezek a szőlőültetvények, amelyek ma Pallagon vannak részben, ezeknek jó volna, hogy egy új generáció gazdái lehetne. A 10. avasi borangolás ezzel a szakmai programmal vette kezdetét. Hosszú ideje ez az első olyan fesztivál, ami már a koronavírus előtt megszokott rendszerint zajlik. Mindenféle közérdeklődésre számot tartó programmal készülünk a borangolás tekintetében. Nagyon fontos számunkra az, hogy bármelyik miskolci meg tudja találni itt a számítását. Kiemelten fontosnak tartjuk egyébként ezt a rendezvényt, hiszen az avasnak nem csak a fejlesztésével, a jövőjével foglalkozunk, hanem ilyen módon az avas múltját, a hagyományait is szeretnénk megőrizni. A Miskolc város bora verseny eredményhirdetése adásunkkal egy időben kezdődött. A nyertes borról a pénteki híradóban számolunk be.